Az EU külügyminiszterei megállapodtak arról, hogy további 500 millió eurót adományoznak Ukrajnának fegyverek és katonai felszerelések formájában az európai békeprogramon keresztül. Az EU vezető diplomatája megerősítette. Az EU külügyminiszterei egységesek abban, hogy az Unió továbbra is pénzügyi, humanitárius és katonai támogatást nyújt Ukrajnának. Úgy gondoljuk, hogy ami Ukrajnában történik, az háborús bűn, egy hatalmas háborús bűn, amelyet az orosz fegyveres erők követtek el az ukrán nép ellen, és ez nem maradhat válasz nélkül. És ezért üdvözöljük az Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Tanács által felállított vizsgálóbizottságot, üdvözöljük a Nemzetközi Büntető Bíróság vizsgálatát, és emlékeztetünk a Nemzetközi Bíróság végzésére, hogy Oroszországnak meg kell állítania az ukrajnai inváziót. Stop of Ugyanakkor a miniszterek további szankciók lehetőségéről is tárgyaltak, köztük az Oroszországgal szembeni vitatott olajembargóról is. Lengyelország és a balti államok továbbra is keményebb fellépés szorgalmaznak Oroszországgal szemben, ideértve a teljes szárazföldi és tengeri kereskedelmi tilalmat is. Több EU tagország, köztük Németország azonban most tartózkodik a további lépésektől, különösen ami az energiát illeti. Az olajembargó kapcsán nem az a kérdés, hogy akarjuk-e vagy sem, hanem az a kérdés, hogy mennyire függünk az olajtól. És ez különböző az egyes európai tagállamok esetében, ezért fontos, hogy együtt elbeszélgessünk az ellenálló képességünkről. Arról, hogyan tudjuk csökkenteni a függőséget azoktól az országoktól, amelyek olajat importálnak. Németország is sokat importál, de más európai országok is, amelyek nem tudják egyik napról a másikra megszüntetni ezt az importot. Ha tudnánk, automatikus de most mindenre felkészülünk, hogy ezeket a lépéseket a közelgő jövőben nagyon hamar meg tudjuk tenni. Az EU vezetői a hét második felében az európai csúcs találkozón folytatják ennek a kérdésnek a megvitatását Joe Biden amerikai elnök társaságában.